vannak olyan tragikus események, amelyeket nem csak, hogy nem tudunk, de nem is szabad elfelejtenünk. Ezek közé tartozik a holokauszt. A tragikus sorsok érző embereket rejtenek. Akik éltek, örültek, bánkódtak, hangsúlyozta Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere a Mártírok napján tartott beszédében, június 18-án a salgótarjáni zsidó temetőben tartott megemlékezésen. Olyan emberekre emlékezünk, akik kezében nem volt fegyver, esélyük sem volt, hogy megvédjék magukat, mondta, amikor a megyeszékhelyről és környékéről elhurcolt áldozatokról szólt. A polgármester után Goldban Tamás, a Mazsi Hisz alelnöke köszönte meg a nem zsidó emberek jelenlétét a rendezvényen. Mint mondta, fontos ez azokban az időkben, amikor a múlt emberei egyre nagyobb hangot kapnak. A pécsi hitközség vezetője ezt követően beszélt arról, hogy mit jelent a ma emberének a mártírok napja. A mi 30-40 évesek generációjának tudni kell, hogy fontos ez a nap és minden megemlékezés. Mert ilyenkor át kell gondolnunk, hogy mely értékek nélkülözhetetlenek számunkra és gyermekeink számára. A szabadság, a hagyománytisztelet, a tolerancia olyan értékek, melyek minden nap eszünkbe juttatják mártírjainkat. Van egy szép szokásunk Pécset. Egy évben egyszer felolvassuk a mártírok nevét, akiket Pécsről hurcoltak el. Miközben ezt tesszük, észrevétlenül is beszélünk ezekről az elvekről, a felsorolt nevek mellett megemlékezünk barátságról, szeretetről, emberi érzésekről. Anna Frank azt írja naplójában, mindenek ellenére még mindig hiszek az emberi jóságban. Szavai a tolerancia, a megértés egyszerű üzenetét hordozzák, amelyet tovább kell adnunk gyermekeinknek is. Wie alt bist du? Mennyi idős vagy? Erre a kérdésre építette fel a több ezer éves múltat is felidéző emlékbeszédét Markovics Zsolt főrabbi. A kérdésre, amely sorsokat döntött el a koncentrációs táborok rámpáin a szelektálásban, és amely kérdés gyermekek és fiatalok tömeges pusztulását hozta. A felszólalók és Szilágyi Gábor kántor imája után a megjelentek emlékkavicsokat helyeztek el a holokauszt 1470 helyi áldozatának nevét megörökítő falnál. A rendezvényen Fekete Zsolt polgármester átadott egy-egy tiszteletpéldányt a megjelent holokauszt túlélőknek, Pócos Sándor helytörténeti emlékeket feldolgozó kötetéből. A megemlékezésről részletes tudósítást is láthatnak nézőink a Salgótarjáni Városi Televízió műsorában.